Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. Odáig jutottunk, hogy itt az ellenzéki szónokok teljesen már meghatódnak a saját hangjuktól. Ez egyszerűen vicc, ami van. Én nem akartam hozzászólni, de azok az elhangzott mondatok, amik itt ilyen kioktatásszerűen a részünkre lettek címezve, mégis úgy gondolom, arra kényszerítettek, hogy elmondjak néhány dolgot, bár elég sok dolog elhangzott eddig. Kezdjük az elején. Államadósság 2002-ben volt 8000 milliárd, ugye? Ezt gondolom vita nincs. 2010-ben már több mint 20000 milliárd volt, ez az MSZP-SZDSZ-es uralkodás ideje alatt. Ez az ország alapvető problémája. Így minden gazdasági probléma ebből vezethető vissza. Ezt a gazdasági hulladékot kellett nekünk, a Fidesz-KDNP kormánynak rendbe tenni, illetve nekünk itt a képviselőknek. A választók világosan kinyilvánították azon akaratukat, hogy ezt a problémát, ezt a feladatot a polgári kormány hajtsa végre. Azt hiszem, e felől sem lehet kétség, mert elég domináns választási győzelmet aratott a Fidesz-KDNP szövetség. És tudják, hogy miért van ez? Az elmúlt 8 évükért. Azért a helytelen gazdasági és politikai helyzetteremtésért, amiben ezt az országot sodorták. És azért nem hajtjuk végre az önök, illetve az ellenzék igényeit, hanem a saját programunkat, mert nekünk, a választók tőlünk ezt kérték. Úgy látom, hogy az MSZP kormányzása miatt az adósság rendbetétele a mi dolgunk, de önök még emellett megpróbálnak kioktatni, és megpróbálják úgy beállítani, mintha az ország és az önkormányzatok, mert ezt se felejtsük el, adósságához semmi közük nem lenne. Még egyszer kezdjük előre, ismételjük. 2002-ben 8000 milliárd, 2010-ben több mint 20000 milliárd. Ezek után én szerényebben fogalmaznék az önök helyébe, halkabban mondanám el a véleményemet ebbe a házba, és kérném, hogy a törvényjavaslatot pedig támogassák. Elnézést, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő.